Szóval azok után, hogy az Unió figyelmeztette Magyarországot az Európai Bizottság a múlt szerdán, azok után annyit lehet tudni a Bruxinfo értesülései szerint, hogy kötelezettségszegési eljárás indulhat három különböző ügyben is. A jegybank törvényen kívül az igazságszolgáltatási reformmal kapcsolatban, az adatvédelmi biztos elmozdítása ügyében, a bírák nyugdíjazása kapcsán és a pénzügyi stabilitást is emlegetik még. Az a lényeg, hogy holnap egykor összeülnek az Európai Unió biztosai, majd január 20-án pénteken Fellegi Tamás találkozik Olli Rehn pénzügyi biztossal, addig a magyar kormánynak ki kéne alakítania valamilyen álláspontot arról, amit majd holnap megfogalmaznak Brüsszelben. Minden esetre a magyar kormány nyilvánvalóan most már kezd adaptálódni ehhez a nyomáshoz, ami Brüsszelből ránehezedik, mert a külügyi államtitkár, az illetékes külügyi államtitkár közölte, hogy a következő egy hónapban hetenként három kormányülésen vizsgálják meg, hogy mit kellene módosítani. Tehát függetlenül talán attól bízunk benne, hogy Orbán Viktor melyik helyszínen éppen milyen beszédet mond, észhez térnek és elkezdenek alkalmazkodni a helyzethez. De ugye az Európai Bizottságon kívül legalább olyan fontos a német kancellár, aki ma, nem tegnap egy német rádióinterjúban, csak ma került ez Magyarországra, azt mondta, nagyon helyes, hogy az Európai Bizottság kivizsgálja, megfelelnek-e a legutóbbi magyar törvények az uniós jogszabályoknak. Az a tény, hogy Magyarország az unió egyik tagállama, az összes többi tagállamhoz hasonlóan tartania kell magát az uniót összetartó alapelvekhez. Ez magában foglalja, és ez azért érdekes, mert ugye konkrétan a felelősségre vonás erre nem terjed ki, de ez magában foglalja a sajtó szabadságát, mondta Merkel asszony, mintha ez le volna tudva, Orbánik végig ezt mondják, a jegybank függetlenségét és a mindenkori alkotmánybíróság független döntéseit. Szóval Merkel asszonytól is megkapta a fejbólintást nyilvánosan az Európai Bizottság és a figyelmeztetést Magyarországon. Teljesen nyilvánvaló most, már az elején beszéltünk róla, hogy itt az Európai Unió igen, kihasználja azt, hogy Magyarország rá van szorulva egy komoly támogatásra, nem hajlandó finanszírozni valamit, ami szembe megy az európai értékekkel. Ez ilyen borzasztó egyszerű. Ráadásul ez a kormánypropaganda, amiről az előbb beszéltünk, ez vészesen használja a szélsőjobb terminológiáit. Ugye Orbánnak az volt éveken keresztül az érve a nyugatiakkal szemben, hogy ő a védő az ellen, hogy nehogy itt szélsőjobboldali áttörés következzék be Magyarországon. Most mit lát egy nyugati, aki ide, higgadtan ide néz? Hogy a kormánypropaganda alig különbözik attól, mint a legfeljebb ők nem égetnek Európai Uniós zászlót, ez ténykérdés, ez valóban igaz. Viszont nem is teszik ki Orbán Viktor mögé, amikor bejelenti ezt a bizonyos így van, ez a kettős játék, azt hiszem a New York Times-ben egy szakértő írta, hogy más mond angolul, mint amit magyarul mond, ugye ez a játék megy, Martonyi megnyugtatja, hogy mi az európai értékeket. Ez a játszma most már, én el is ismerem, hogy ez most már nagyon nehéz, mert olyan szellemeket eresztettek ki a palaszból, hogy egy közhelyjel érek, amik nem tudnak parancsolni. A Jobbik meg úgy érzi, hogy itt őt igazolják, hát akkor lépjünk ki az Unióból. Ez az Unió ellenes propaganda, ami minden szinten jelentkezik, hogy ide elárasztanak minket. Milyen, hogy mondták Tamás, hulladék élelmiszerrel, ugye elárasztanak minket. Ezek a dolgok, ezek mind a szélső jobboldalnak az érvkészletét jelentik, és még jobban fokozni fogják szerintem a gyanút, hogy Orbán Viktornak valójában melyek az igazi szándékai. Tehát megint csak saját magának nehezíti meg azt, ami viszont kényszerű, hogy megállapodjunk. Csak egy mondatot. A harc az igazi szándéka ebben is. Ugye ma esti hír, hogy szerdán elmegy az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó ülésére, és felszólal. Megint nyíltan vállalja a harcot, az összecsapást, és ugyancsak megint hazabeszélve. De ezt meg kell mondanom, hogy ezt jól teszi, mert ugye, ha már ilyen helyzetben manőver ezt a magát, akkor menjen el, és próbáljon meg szembenézni a kritikákkal. Egyébként ugye János említi ezt az élelmiszerekre vonatkozó kitételét Orbánnak. Ez látszólag jelentéktelen, vagy esetleg még mulatságosnak is felfogható. Én azonban ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítok egyszerűen azért, mert egy miniszterelnök nem beszélhet így. Tehát ma azt mondta Orbán Viktor, megint csak mezőgazdaságról szólván, hogy ami nyugatról élelmiszer Magyarországra érkezik, vagy külföldről, az élelmiszer hulladék. Így. Minden. Na most
nem akarok itt jogászkodni ebben az ügyben, de hogyha egy... Majd segítek. Egy importőr, aki külföldről hoz be élelmiszereket Magyarországra, pertindít a miniszterelnök ellen, szerintem komoly esélyei lennének. Nem lehet azt mondani, hogy minden, ami külföldről beérkezik, hulladék. Hát mi lenne, hogyha a nyugat-európai országokban, ahová a magyar élelmiszer export megy, azt mondanák, hogy ezt a magyar hulladékot nem veszik meg. Itt most fel akarjuk verdíteni ezt a magyar élelmiszerket termelés, hát egyszerűen nevetséges. Tehát ebben az a probléma, hogy ez megint egy olyan mondat, ami látszólag meggondolatlan, én meg azt mondom sajnos, hogy nem az. Egy ilyen mondat mindennél alkalmasabb arra, hogy azt a szélső jobboldali érzelmet, amelyik ugye állandóan arról beszél, hogy mit művelnek velünk ezek a borzalmas nyugatiak, az tovább korbácsolja. Hát persze, ezek még ráadásul ránk öntik az élelmiszer hulladékokat is. Szóval ez már, na jó, én ezt nem minősíteném, de hogy mennyire pontosan látják, hogy mi a helyzet. Ugye utóbbi hetekben vagy egy-két hónapban, akik érdeklődnek a politika iránt és olvassák a külföldi sajtóban megjelenteket, azok találkozhattak a nevével ennek a bizonyos Kim Lane Seppele nevű Princetoni jogász professzor asszonynak, aki Magyarországon is dolgozott a CEUN évekig, tehát jól ismeri a magyar viszonyokat, és aki Paul Krugmannak, a Nobel-díjas közgazdásznak a New York Times-beli blogján szokott közzétenni Magyarországról szóló dolgozatokat. Most megint megjelentetett egyet, és ez azért nagyon érdekes, mert felhívja rá a figyelmet, és logikusan le is vezeti, hogy tévedés azt hinni, hogy az Unió megelégedhet azzal, vagy akár a világ, fogalmazunk ilyen nagyrátóban, hogy három törvényt kifogásol Magyarországon, és hogyha Orbán Viktor ebben a három törvényben enged, akkor abban az illúzióban ringatja magát, hogy hát akkor minden rendben van, akkor Magyarország megkapja az ötös bizonyítványt, és tovább engedtük. Kimutatja azt, hogy ezt Orbán még akár könnyen meg is teheti. És ez semmit nem fog igazából változtatni azon, hogy mit művelt az alkotmánnyal, mit művelt a jogállami garanciákkal, a fékekkel és ellensúlyokkal, vagyis hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy vannak konkrét megnevezhető törvények, hanem arról van szó, hogy minden, amit csinált, 400 törvényt hoztak másfél év alatt. Ez valóban összeáll egy olyan rendszerré, ami a demokráciát erősen idézőjelbe tette, a jogbiztonságot Magyarországon megszüntette, a visszamenőleges törvényektől kezdve egy csomó mindent sorolhatnánk. Tehát magyarán a világ ma már ezt világosan látja, és szakértők tolmácsolásában látja, mert sem Paul Krugman, sem Seppele asszony, sem a többiek nem vádolhatók azzal, ez egy marhaság, hogy nem tudják, hogy miről beszélnek. Hát azt kell mondanom, hogy sajnos sokkal jobban tudják, sokkal konkrétebben tudják, mint például Semmény Zsolt. Na és tudjátok-e, hogy az az ember, akit most idézek, tudja, miről beszél? Egy új társadalmi és gazdasági kiegyezést tartok szükségesnek, aminek többféle politikai jele is kell, hogy legyen. Ilyen például az egyeztetés az érintettekkel, konzultáció a törvényalkotás előtt, ami a gazdaságot illeti a külföldi vállalkozókkal történő verbális és tényleges kiegyezés. Nem érdemes őket megkülönböztetni a hazai tulajdonú vállalkozásoktól, hiszen ennek nincs értelme. Az első Orbán kormány pénzügyminisztere? Nem? Beavattalak már előre, úgyhogy igen. Úgy tettem, mint a Járai Zsigmond. Járai Zsigmond. Ha egy Járai, aki most a héten lemondott a múlt héten a költségvetési tanács elnöki tisztéről, és ki tudja, dédelgete magában bármilyen tervet, ő azt mondja, nem, miniszter már nem akar lenni, igaz, ezt a miniszterelnökségre nem mondta az interjúban. De ha egy Járai, aki feltétlen támogatója és híve volt az Orbán kormánynak, még ezt a bizonyos idei tarthatatlan költségvetést is átengedte a költségvetési tanács elnökeként. Idáig jut, és ennél még sokkal tovább. Azt mondja, az unortodox gazdaságpolitika abszolút tarthatatlan, gyökeres fordulatot kell végrehajtani mindenben. De hogy most? A politikai értelemben, hogy demokráciai értelemben is így neki szegüljön. De miért én... most? Hogy miért most, ezt nem tudom. Én hogy az... miért ő, azt se tudom. De én el tudom képzelni, hogy Járai Zsigmond azt mondta, tessék, Brüsszel, Európa, világ, Budapest, jó, Magyarország, itt vagyok. Gyuri, arról van szó, hogy a nyugatiak a kulisszák mögött, én egészen biztos vagyok, lázasan próbálnak találni a meglévő kormánytöbbségen belül olyan embereket, akikkel szót lehet érteni, akik hajlandók, például ezeket a piacgazdaságban és demokráciában magától értetődő dolgokat tényleg megvalósítani,
és akikkel, hát nem mondják ide, ez nyilvánvaló, akikkel ezt a kurzust, mondjuk így finomabban, most ne személyekben, ezt a kurzust meg kell változtatni. Ez teljesen egyértelmű, hogy itt kurzusváltásra van szükség. Miután csak ugyanazt tudom mondani, mint 2006-ban mondtam, amíg a parlamentben megvolt a szocialista liberális kormány többsége, nekik kell kormányt alakítani. Ők váltottak kétszer egyébként miniszterelnököt. Most nagyon nagy többsége van a jobb oldalnak, de a jobb oldal neki vezette, mint ez az szerencsétlen olasz kapitány a hajót a Zátonynak, az Zátonyra futott a magyar gazdaság. Ezt Járai is látja, mindenki látja, aki egy kicsit is ad arra, hogy a szakmai tekintélye megmaradjon, az kénytelen látni, és ebből az következik, hogy ha a jelenlegi vezető nem tud, vagy szerintem most már elkésett, őt már nagyon nehéz lesz elfogadni. Most lehet, hogy azért megy el az Európai Parlamentbe, hogy hát ha a kombandit majd neki ingerülte, neki ront, és akkor az egész magyar jobboldali publicisztika kielegve mondhatja, hogy kombandit, hát persze, és akkor mindent, amit elmondanak, elszoktak róla mondani, elmondanak, ez már nem fog segíteni. Ugyanis sikerült neki a mérvadó világlapokban teljesen lejáratnia magát, itt most nagy valószínűséggel muszáj a jobb oldalnak személyi változásokat végrehajtania. Ugye itt az a probléma Orbán szemszögéből, hogy őt nem tekintik egyszerűen szavahihetőnek. Tehát nem akarnak tárgyalni igazából egy olyan emberrel, aki állandóan megpróbál csúsztatni, mellé beszélni, ha ígér valamit, azt nem tartja be, állandóan kibúvókat keres, és valóban egy kettős beszédet gyakorol, másképp beszél és beszélteti a saját minisztereit külföldön, mint ahogy aztán itthon előadja a nagyjából az ellenkezőjét. De nem ígért semmit, nem eddig. De hát azért most már utóbbi, de hát az utóbbi időben ő is mondta, hogy hát persze majd megnézzük, és vannak olyan pontok, amelyekben el tudjuk képzelni, hogy... De és persze azért ugyanakkor meg... De ez egy ígéret, ez, hát nézd, ez ahhoz képest egy ígéret, hogy még mit mondjak egy hónappal, két hónappal ezelőtt... Ez egy lehetőség. A leghatározottabban... Ahhoz képest, hogy két héttel persze. Ezelőtt átverték a parlamenten a jegybanktörvényt. Hát sőt, hát ahhoz képest, hogy, hogy ide hívták az IMF-et, hát illetve... Hát azt mondta, hogy nem engedünk a céljainkból, ugyanabban a... De azt mondtam ugyanakkor, hogy itt vannak olyan érvek, amelyeket el is tudok fogadni, van, ami... Ez egy libikóka játék, ez nyilvánvaló, de erre mondom én azt, hogy erre már nem adnak. Tehát magyarán ebben már nem hisznek. Most Járaira visszatérve, nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy Járai a jövő embere szeretne lenni. Tehát ő már temeti az Orbán érát, és úgy gondolkodik, hogy itt előbb-utóbb szükség lesz egy emberre, akit el tud fogadni a jobboldali parlamenti többség, mert hát végül is ugye az ő emberük, ugyanakkor egy szakember, előtte lebegnek azok a példák, Monti Olaszországban, vagy a görögöknél az új miniszterelnök, akik ugye közgazdászokként lettek szakértői kormányok vezetői, és ő végül is ebben a fakban, hogy úgy mondjam, benne van. Tehát tulajdonképpen neki megnyílhat az útja, és még az is lehet, hogy a mondjuk így, hogy az övéinek is ez a megoldás tetszene, hogyha a helyzet mégiscsak odáig fajul, hogy erre ráfanyalodnak. Én azt gondolom, hogy Járait nem egyszerűen a szakmai becsület vitte rá erre, mert az már korábban is rávihette volna, hanem az, hogy a helyzet úgy alakul, hogy látják, hogy egyre képtelenebbé válik a helyzet, és egyre közelebb jöhet az a pont, amikor belülről kénytelenek valamilyen módon, ha nem akarják, hogy az ő fejükre is dőljön ez az egész kártyavár, megoldani a dolgot. Egyébként, bocsánat, csak annyit szeretnék megjegyezni, azért kell most belül a jobb oldalnak megoldania, mert most kívülről, mondjuk az, aki kívülről nézi, az látja, hogy válsághelyzet van, nagyon nagy baj van. A legrosszabb most az lenne, hogy kiírni egy új választásokat, előrehozott választást. Ez most nem lenne jó senkinek, mert fél évre megint politikai harcok, nincs cselekvőképes kormány. Tehát ha a jobb oldal végrehajt egy kurzusváltást, ami nyilvánvalóan személyi váltásokat is jelent, akkor azzal az IMF majd, ha meg tud egyezni, és ez az új kurzus természetesen eltér, és lényegesen szembe fordul az eddigi gyakorlattal, akkor van esély arra, hogy az ország ne csúszson bele tényleg a csődbe. Még egy mondatot hadd idézek Járaitól, mert ez is tulajdonképpen döbbenetes. Az Európai Uniós jogszabályoknak nem 100, de 150%-ban kell megfelelnünk, mondja Járai. És aztán akaratlanul, de
pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amit a főnöke Orbán Viktor. Azt mondja, hogy azért is lenne szükség új gazdaságpolitikára, mert fenntarthatatlan a magas kötvényhozamok mellett az államadósság finanszírozása. Mit mondott ugyanaznap Orbán a Kossuth Rádióban? Hát ez a világ legjobb üzlete. Tegnap például kötvényeket bocsátottunk ki, magyar államkötvényeket, a külföldiek idehozzák a pénzüket. Hogy az Európában ma legjobb üzletet jelentő magyar állampapírt megvásárolják, közben beetetik a magyarokat az államcsőd szöveggel, ők meg a pénzüket ahelyett, hogy egyébként, mint a külföldiek itt, Magyarországon a legjobb befektetésbe tennék, elkezdik kivinni az országból. Szóval ezek tudod, a... ijesztő ez? Hát ez borzasztó. Senki nem, nem meri ezek szerint már elmagyarázni a miniszterelnöknek, hogy 10%-os hozamot egy állam nem tud teljesíteni. Ezt nem lehet hosszú távon fönntartani. A Berlusconi 7-8%-nál bukott meg. Nem lehet. Tehát ha magyar gazdaság berendezkedik arra, hogy ez a piacról finanszírozás nekünk ennyibe kerül, ezt a magyar gazdaság 20 év alatt nem tudja kiheverni. Úgy beállítani a magyar közönségnek, hogy ez a világ legjobb üzlete, tehát ekkora a bizalom irántunk, nem, ekkora a bizalmatlanság irántunk, hogy ilyen marha nagy kamatot kell fizetniük, vagy kell fizetnünk azért, hogy a külföldiek megvegyék a kötvényt. Azért jó, hogy ezt említetted, mert lényegében a 2004-es uniós csatlakozással a belső jog részévé tettük az Európai Uniós szerződést. Ugye erre hívják fel a figyelmet uniós vezetők, hogy nem teszünk eleget az alapszerződésnek, de ez a magyar jog része. Tehát bizonyos jogszabályokkal, új jogszabályokkal szembe megy a kormány ezek szerint az Európai Unió belső jog részévé tett szabályaival. Ha pontosan ez az is, amit mondasz, hogy ez az egész duma, hogy Brüsszel, mint Moszkva diktál, ez egy. Nem akarom minősíteni, nem szeretem az erős szavakat, hát ez egy őrületes hülyeség. Hát pontosan, mert a uniós tagok vagyunk, tehát mi vagyunk az unió. Hát benne vagyunk mi is az unióban, tehát így nem vagyunk kívül, ide önként csatlakoztunk, ide nem egy megszálló hadsereg kényszerített, hogy bent legyünk. Mi magunk, a magyar lakosság 85%-os többséggel akart belépni. Egyébként mindenki tudja Magyarországon néhány elvakult szélsőséges kivéve, hogy az egész gazdaság, gondoljuk meg az itt levő nagy vállalatok, multivállalatok, a szoros kapcsolat az anyaországi vállalatokkal. Ha mi kikerülnénk az unión kívül, akkor az összes szomszédunkkal szembe kerülnénk, a nagy vállalatok leépítenének, a magyar beszállítók tönkre mennének, egy csomó kis cég, hát teljes csődöt jelentene. Viszont a magyar földön magyar paprikát termesztetünk. Viszont szuper, hogy a János erről beszél, mert ugye így jelezünk rá az unióból való kilépésre, ugye a Jobbik az utcán égette a zászlót, és figyelmeztetett, hogy Barroso ne tegye be ide többet a lábát, de az ellenzék általános állapotával kapcsolatban érdemes még az LMP-vel is foglalkozni. Szóval, hogy mi történik? Komoly értesüléseink vannak arról, hogy Barroso megrendült, mikor hallotta a Jobbik üzenetét. Igen. Egyébként én ezzel a zászló égetéssel, ami persze egy szomorú, közönséges dologgal, nagyon nem foglalkoznék, mert azt kell mondanom, hogy valamennyi markáns újnáci párt Európában már elégetett európai zászlót. Úgyhogy ez körülbelül pontosan ugyanaz, amit várni lehetett. Ez a hetsz kampány megfejelve még Csurka szegedi feltámadásával és az ott elhangzottakkal, ez a legócskább, ugyanakkor legostobább szöveg, ez az uszítás az unió ellen, és hogy lépjünk ki. Erre én csak azt tudom mondani, amit már máskor is mondtam, hogy legyenek szívesek megnevezni azt az összeget, amelyet ők betennének a magyar nemzetgazdaság kasszájába, hogyha az uniós támogatásoktól viszont el kellene esnünk. De szerinted a kormánynak nem jönne jól az, hogyha például fel tudja mutatni, hogy lám ide vezet az, hogyha nem hagytok minket kibontakozni? Azért nem jó, ez azért nagyon hamis. És Martonyi Jánosnak ugye van a Népszabadság hétvégi számában egy nagy interjúja, ahol ő is megpróbálja azzal zsarolni kvázi a magyar demokratikus közvéleményt, hogy hát látni kellene meg a külföldi bírálókat, hogy ezek a támadások, ezek a túlzó és méltatlan támadások Magyarország ellen, ezek egyedül a szélsőjobb malmára hajtják a vizet, ők a kedvezményezettjei. És azt kell mondanom, hogy ez mélységesen nem igaz, mert ehhez nincs erre szükség. Ki mondta Magyarországon először azt, hogy van élet az unión kívül? Ki hasonlította Brüsszelt Moszkvához? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor. Ha a magyarországi szélsőjobb az elmúlt években folyamatosan kapott valakitől hathatós verbális támogatást, akkor az a valaki Orbán Viktor volt. De ezt nem gondolod komolyan, hogy ő ezt szerette volna, hogy idáig jusson el? Azt én nem tudom, hogy ő mit szeretett volna, mert nem vagyok az anyukája, de
és az apukája se, de azt tudom, hogy mi lett az eredménye. És egy politikusnak a cselekedeteit az eredmény felől kell nézni. Tehát azt kell mondanom, hogy a szándékok itt elég keveset számítanak. Egyébként nem tudom, hogy milyen egyéb szándékai lehettek, biztos mások voltak, mert én nem vádolom azzal Orbán Viktort, hogy szélső jobboldali. De hát azt egy felnőtt politikusnak tudnia kell, hogy bizonyos kijelentéseknek mik a következményei. Hát az a következménye, hogy most az ő védelmében ez a tábor ki fog vonulni az utcákra és védi őt. És azt kell mondanom, hogy Orbán Viktor ezzel elérkezett pályafutásának egyik legszomorúbb állomásához. A Csurkaféle maradék miép fog mellette tüntetni. A Jobbik szélső jobboldali egyenruhás és nem egyenruhás társasága fog mellette tüntetni. Hát azért tudod, a kétharmados győzőnek ide jutni, ez elég kínos. Mondjuk az egy nagyon veszélyes forgatókönyv lenne, hogyha Orbán a sok háborúja végén beszorulna egy olyan sarokba, ahol gyakorlatilag egyedül marad, leváltják a miniszterelnökségről, és ő valamilyen kisebbségben marad a pártján belül, és úgy gondolja, hogy ő lesz a vezére annak a magyar társadalomban kétségtelen meglévő 20-30%-nyi nacionalista, Európa ellenes tömegnek, amelynek egy része ma a Jobbik mögött áll. Ez Orbán gondolatvilágába talán, meg habitusába belefér, de nagyon veszélyes is válhat a Jobbik kezében, vagy a Jobbik eszközei között, ez talán nem annyira veszélyes. De ha Orbán is csatlakozna oda, de én ezt nem gondolom, tehát érdekel. Én is nagyon remélem, hogy nem történik. Én azt gondolom, hogy Orbántól ez távol áll, már csak azért sem, mert ő nem számít soha arra, vagy nem kalkulál pontosan azzal, hogy ő kisebbségben lesz. Hát ez nem az ő műfaja. Tehát ő mindig többségben akar lenni, és ő meg akarja őrizni a táborát. Most magát belemanőverezte egy olyan helyzetbe, hogy egyre kevesebb embernek beszél, és ez az egyre kevesebb ember, ez már lassan csak a fanatikusokból áll, és ez persze egy nagyon nagy probléma, de ebből nem, mármint az ő számára, de ebből nem következik az, hogy ő szeretne egy ilyen lázas kisebbségnek az élére állni, mert ő az ország meghatározó politikusa akar lenni, és tudja, hogy ha beszorul ebbe a sarokba, akkor hát, hogy mondjam, ettől elbúcsúzhat. Ő még ellenzékben is meghatározó politikus volt, hiszen végrehajtott egy nagy politikai mutatványt, nem is egyszer, hanem kétszer, ezt meg kell adni, hogy miközben elveszítette a választásokat, a parlamenti választásokat, lényegében a bázisát, durván 2 millió szavazót, szinte változatlanul megszerzett. És egy nagyon erős ellenzékkel tudott végig éveken keresztül szerepelni, majd harmadszorra megszerezni a hatalmat. Tehát, ha ő egyáltalán képes lenne még ellenzékben politizálni, akkor csak egy többségi ellenzékben lenne erre csak képes. Csak hadd mondjam azt, hogy néha elszólja magát. Ugyanebben a rádióinterjúban azt mondja, hogy hát most nekünk konszolidálnunk kell az országot, de hát az ellenzék gyakran ilyenkor, legalábbis Magyarországon ez egy jól ismert dolog, ez már 1990 óta így van, amikor a konszolidációs politikát hirdeti meg a kormány, akkor destabilizációs politikával próbálkozik, megpróbálja aláásni ezt a konszolidációt. Sajnálom, hogy így van, de az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján nem látok ebben meglepőt. Micsoda őszinteség. Amit Gyuri az előbb mondott, hogy gondolkoztam, hogy Orbán annak idején, amikor elindult, akkor látható, amikor jobbra tartott, akkor ugye ő szereti a Horthy rendszer szimbólumait, ezért valószínűleg egy második Bethlen István szeretett volna lenni, egy konzervatív dominancia megteremtője. Egyre több jel mutat, hogy a gömbös autokrata törekvései közel állnak hozzá. Én nagyon bízom abban, amit a Gyuri mondott, azt gondolkodtam, hogy remélem, hogy nem Imrédit fogja reinkarnálni, mert az tragédia lenne az embernek is, meg a jobb oldalnak is, mindenkinek. Szóval én remélem, hogy azt az utat nem fogja követni. Akik ismerik a magyar történelmet, tudják, hogy miről beszélek. 1236-ról, de nagyon szeretném, ha 10-12 percet megbeszélnénk a plágium ügyet. Tamás, lehet az? Én egyetlen dolgot mondanék ezzel a plágium kapcsolatban, mert ez engem nagyon zavar kezdettől fogva. Ugye napok óta élünk ebben a plágium úgy hangulatban, és ma hallottam először az első, azt kell mondanom, hogy épkézláb megnyilatkozást, amikor ugye a doktorandusok, hogyha jól tudom, egy petíciót fogalmaztak meg, és azt kérték, hogy egy pártatlan szakmai vizsgálatnak vessék alá a dolgozatot magát, és azt a bizonyos tanulmányt, amelyből állítólag a vád vagy a gyanú szerint 180 oldalt Schmidt Pál magáévá tett.
Tudnélik, eddig az hangzott el, hogy valaki azt állította, hogy ugyan alapos vizsgálódásai után, de megállapítja, hogy ez egy plágium. Ezt bizonyítani semmivel nem bizonyította, el tudom képzelni, hogy vannak argumentumai, de ezeket nem ismerjük. Tehát egyszerűen ez így nem gilt, ezt nem lehet csinálni, ez valóban súlyos kérdés, és tulajdonképpen nagyon egyszerű az eldöntése, mert az, hogy a Semmelweis Egyetem kiadott egy közleményt, vagy a NOB kiad egy közleményt, és azt mondja, hogy Schmidt már egyrészt kitűnő szakember volt, amíg ott dolgozott. Kettő, hogy a pályázat elbírálása, illetve a dolgozatának az elbírálása szakszerűen történt, ez semmit nem jelent ebben érdemileg. Az elbírálás szakszerű lehetett, de akik elbírálták, azok nem ismerték ezt a bizonyos bolgár szöveget, ami itt most ugye inkrimináltatott ebben a történetben. Tehát itt nem ilyen kijelentéseket kell tenni, hanem valóban akár az akadémiának, ahogy ez a felszólítás ezt megjelöli, akár a minisztérium, megfelelő minisztériumnak együtt a bármilyen más szakmai fórummal, amit erre ki lehet jelölni, le kell ülni, elő kell venni a két textust, és ki kell mutatni, hogy plágium vagy nem plágium. Azt kell mondanom, hogy ez nem rendkívüli bonyolult feladat. Ha 215 oldalból 180 gyanús, akkor azt el lehet dönteni egy viszonylag rövid összevetéssel, hogy ebből mi az igazság, és hogyha ez kétséget kizáróan bebizonyítatik, akkor lehet ebben a kérdésben tovább lépni. Egyébként most egy régen éltem amerikai példával, de az amerikai politikában azt tartják, hogy minden politikus által elkövetett véteknél nagyobb kárt okoz annak a politikusnak, és persze politikai erőnek, amikor próbálják mentegetni és próbálják kimagyarázni. A Nixonék azt mondták, kőfalazás, stonewalling, kőfalazás, ugye ez így ment az egészbe. Tudik, ez olyan, hogy vérszagra gyűl az éjivad, minden egyes állítás azonnal serkenti, ez már csak szakmai ártalom is, az újságírókat, és Szijjártó úr mondhatja azt, hogy ez bulvár szenzáció, de az újságírók nem fognak nyugodni, mert érzik az ellentmondásokat. Csak mondok egy példát. Ugye az elnök úr azt mondta, hogy ő együtt dolgozott ezzel a bolgárral. Hát én már várom azt, hogy melyik újság fogja kikutatni, hogy hol volt ideje neki, mint OTSH elnöknek a 80-as években heteket tölteni a lozáni könyvtárba, ugye, mert cédulázni kell, aki már ilyet csinált életében, az pontosan tudja, hogy ez egy aprólékos munka, mert a bolgár is hosszú, több mint egy évig, hogy mennyi ideig, több évig szedte ki a különböző NOB meg egyéb jegyzőkönyvekből. Na most, ha ezt Schmidt is csinálta, akkor érdekes lenne tudni, hogy mikor ért erre rá a budapesti munkájában, mikor töltötte ott az időt. Ezt is bizonyítani kéne, el lehet képzelni, hogy ez igaz, én nem tudom. Megosztották a bolgárral, és mit tudom én, ezeket mind, csak hogy pontosan a Tamásnak igaza van, ezeket a dolgokat hitelesen kell leírni. Mert az nem elég, hogy tesznek egy nyilatkozatot, hogy ő együttműködött, és a dolog le van zárva, mert nincs lezárva, mert a józan ész az mindenkiben működik. Az meg, hogy a kormány megpróbálja ilyen bulvárkacsának mondani, az meg őszintén szólva egy kacsa nevetséges dolog, és nem kivúvó. De nézzük passzusokat, meg. Bocsánat, passzusokat nem lehet akkor sem szó szerint átemelni valakinek a munkájából, ha azt állítom, hogy együtt dolgoztam vele. Ráadásul az akkor illető... Ott kell, hogy legyen idézőjelben, lábjegyzetben. Akkor hivatkozásoknak kell lenni. Egyébként a inkriminált dolgozatnak a szerzője, bár itt az inkriminált dolgozata Schmidt és nem a Georgievé. Tehát a Georgiev dolgozatában senki nem állítja azt, hogy meg lenne jelölve társszerzőként, vagy akár forrásmunka szerzőjeként Schmidt Pál. Márpedig, ha ez ugye egy ilyen vice versa kapcsolat volt, hogy ők együtt dolgoztak és egymástól vették át ezt a szellemi termékeket. Elnök hivatala. Igen, ezt akkor mondja. A másik dolgozatban is, mert azt nem tudjuk elképzelni, hogy Georgiev is olyan felületes lett volna, hogy ő sem nevezi meg a forrásait. Hát van még egy kis probléma, hogy a bolgár sportkutató dolgozata vagy könyve néhány évvel korábban készült el, mint Schmidt. Hát Istenem, Schmidt, ő élelte magában tovább a téma. Jól emlékszem. De összegezve az egészet, szóval akárhogy menekül a köztársasági elnök, akárhogy menekül a Fidesz, akárhogy menekül a kormány, ez rájuk fog égni. Ez nem tartható, ez nyilvánvaló, és hogy minél tovább húzzák, annál kellemetlenebb lesz. Bárhol jelenik meg Schmidt Pál, bármilyen alkalommal, bárkivel találkozik, bármilyen programot bonyolít le, mindig ott fog lebegni a feje fölött, a háta mögött, az orra előtt a kérdés, hogy
elnök úr lopta ezt a dolgozatot? Egyébként én nem véletlenül említettem, mert ugye előttem van, fiatal tudósító voltam a Bótergő, majdnem 2 évig. Rengetegszer fordult elő, hogy a kormány valamit állított, abban azonban ilyen lyukak voltak, de ezt határozottan a szóvivők mind mondták, a sajtó rávetette magát, és kitágította a lyukakat értelemszerűen, és akkor kellett előállni egy új magyarázattal. Apropó. És amikor az volt, akkor a következő magyarázattal, és egy, ahogy Gyurinak igaza van, egyre hiteltelenebbé válik, tehát vagy meg tudnak szabadulni egy hihető magyarázattal, ami mindenre magyarázatot ad, vagy pedig ez egy reménytelen dolog, és csak egyre rosszabb lesz. Apropó szóvivő, ugye hallottuk a kormány szóvivőt itt az egyenes beszédben talán egy vagy két nappal ezelőtt, aki azt a egészen elképesztő furcsa kijelentést tette, hogy miután a köztársasági elnök az egy intézmény, a kormánynak nincs más dolga, mint feltétel nélkül a védelmére kelni. Na most én ilyet még nem hallottam, hogy feltétel nélkül. És az az indok, hogy mert ő egy intézmény. Most azt kell mondanom, hogy ő nem egy intézmény. A köztársasági elnöki pozíció az egy intézmény, amelyet történetesen Schmidt Pál nevezetű úr testesít meg. Az intézményt feltétel nélkül védeni kell, de az intézmény feltétel nélkül védelme éppen azt jelenti, hogy ha az, aki betölti a pozíciót éppen, nem védhető feltétel nélkül, akkor az intézmény védelmének érdekében őt magát nem szabad védeni. Lehet, hogy arra utalt a kormány szóvivő, hogy ő testesíti meg a nemzet egységét, ahogy fogalmaz az alkotmány, de nézzük meg, hogy Szijjártó Péter, aki ma reagált egy másik tévétársaság reggeli műsorában, mit mondott erről az ügyről. Az elmúlt héten akkor merült fel ez a bulvárkacsa, egy nappal azután, hogy a köztársasági elnök a diplomáciai vezetőknek tartott fogadáson nagyon határozottan kiállt Magyarország mellett, határozottan kiállt a támadásokkal szemben, és másnap megjelent ez a kacsa, amely szerintem, még egyszer mondom, teljesen méltatlan. Ez egy tipikusan a Szijjártó Péterre való megnyilatkozás. Tehát magyarán ő azt állítja, hogy egyetlen nap leforgása alatt megtorlásként, hogy kiállt Magyarország védelmében külföldi diplomaták előtt. A külföldi diplomaták valamelyike vagy mindannyian összeesküvés szerint hirtelen előkapták valahonnan ezt a dolgozatot, és egy éjszaka szorgos munkájával bebizonyították róla, hogy ez plágium, vagy előálltak vele. Tehát ilyen marhaságokkal hát nem szégyenletes dolog előállni. Hadd mondjam el a nézőkedvére, hogy a hvg.hu azt írta, hogy ugye a 180 oldalban szó szerinti átvétek vannak, tehát hogy ők azt látszik a cikkből, hogy komoly energiát fecöltek abba, hogy kimutassák azt, hogy vajon ez egy átvett rész, átdolgozott rész, vagy egy az egyben lefordított és beültetett. Megjegyzem, ugye ez egy francia nyelvű 465 oldalas munka volt, a Georgiev munkája. A jobb oldal néhányan háborognak, bár én úgy veszem észre, hogy sokan meginoktak. De képzeljük el, hogyha valaki előállt volna azzal, hogy Göncz Árpád a Gyűrűk urát valaki másnak a fordítását vette el. Képzeljük, hogy ők mit csinálnának. Teljes joggal egyébként, iszonyatos cirkusz lenne, és amíg az nincs tisztázva, természetesen, mert ilyen dolgokat tisztázni kell, ez most már egy biztos. Ezt az vádat, mert ez egyelőre egy vád valóban, egy, ahogy a jogászok szokták mondani, azért te jogász vagy, hogy alapos gyanú. Ugye ember ismerve egymás mellett látva a dolgokat, ez egy alapos gyanú, de hát akkor is van alapos gyanút is a bíróság előtt kell bizonyítani, valóban bizonyítani kell, mert ha ez a kétely megmarad, ez hurcolni fogja, ez csak egyre rosszabb lesz a Fidesznek is, és a köztársasági elnöknek magának. A kritikák is kijár az ártatlanság vélelme. Meg azt akartam mondani, a kritikák azok nagyjából nem is a jogi érveket hozzák elő, hanem azt, hogy a csalás, az átvétel, a tisztességtelenség állami szintre itt emelkedik. Jogi érvek itt ebben a kérdésben azért nem játszanak szerepet, mert ez a cselekedet, ha megvalósult is egyáltalán valaha, ez régen elévült, tehát ezzel nincs mit kezdeni. Ez egy morális kérdés, hogyha valaki más szellemi tulajdonával ékeskedett, mondjuk így, egyszer, akkor ne töltse be a köztársasági elnök posztját. Ennyi. És ezt a dolgot teljesen világossá lehet tenni, mert két szövegről van szó, amelynek a tartalma teljesen exakt módon ellenőrizhető, tehát
kéretik megvizsgálni és az eredményt közzétenni. Ezért nagyon jó például a doktoranduszok, ahogy te fogalmaztál, petíciója, amely ugye a Tudományos Akadémia elnökének szól, a miniszternek, a Nemzeti Erőforrás miniszternek, igen, hogy ők vizsgálják ki. És azért nagyon finom ez a szöveg, mert ők azt mondják, hogy a tisztességes kutatói munka, valamint az abba vetett hit, erről is szó van ebben az ügyben, hogy ők ugye, hát hogy nem, hogy ők ugye büszkék akarnak lenni arra, hogy ők hát tudósok. Hogy fog a köztársasági elnök kiállni egy tanévnyitóra egy egyetemen? Ugye volt már ilyenje neki az elmúlt hónapokban, legközelebb már nem igen mehet el, nem igen fogják meghívni, vagy ha meghívják, akkor kénytelen lesz elutasítani. És neki nem csak az ország egységét kell megtestesítenie, képviselnie mindenkit ebben az országban, hanem valamiféle erkölcsi útmutatást, erkölcsi példát kell mutatnia. Én vagyok a köztársasági elnök, szeretnék... Egyébként ezek tényleg erkölcsi kérdések. 1988-ban a mai amerikai elnök Joe Biden nagy sikereket aratott azzal a szónoki fordulattal, hogy ő a szegény sorsú családból, ő az első diplomás ember, ezt érzékletesen ecsetelte, míg nem Maureen Dowd a New York Times-a kimutatta, hogy sajnos ez Neil Kinnocknak, az angol munkáspárt vezetőjének volt, aki bányász családból származott, a formulája. És abban a pillanatban, ott se tartott egy pillanatig, ez csak erős túlzás, Joe Bidennek az elnök jelöltségtől vissza kellett lépnie. Nem jelentette azt, hogy örökre kiszáműzték az amerikai közéletből, hiszen most ő az Egyesült Államok alelnöke. De nem lehet egy ilyen erkölcsi vétket, nem lehet csak úgy megúszni. Lehet, hogy a János ugye rég mondott amerikai példát, de most rögtön kettőt is a végére. Köszönöm, hogy itt voltatok, és önöknek is a figyelmet. Jövő héten jövünk ismét érdekes témákkal, legyenek velünk akkor is. Viszontlátásra!